Sziasztok, köszöntök mindenkit egy jobb tornyos videóban. Ahogy ti is láthatjátok, nem nagyon változott semmi itt a inventorimban, meg a kariban sem. Úgyhogy ahogy leállítottam a ányvilágos videót, egyből kezdem is el ezt. Úgyhogy akkor ne beszéljünk tovább, hanem kezdjük is el a tornyot tovább vinni. Ugye a tízesítnél hagytuk abba az előző részben, és most folytatjuk is tovább. Trükkös csalóka, 218-os szintű. Aki szerintem ez meg lesz most, most már meg lesz. Mert az előző részben fejlődtünk egy pár szintet is. Úgyhogy most van ellene esélyünk szerintem. Szépen téreget ki Kunigunda, de szerintem kiadjam, ez unalmas. És ezt a 1 millió HP-t már ugye le tudtam vinni magamtól, és ezt le tudom vinni. Meg is lett, és kaptunk feldítőnek egy ami kalapot. Ami szerintem nem jó. Mindig ilyen szarokat kapunk, ami minden tulajdonosa, minden, úgyhogy szerintem menjünk tovább. 11-es szint. Igen, van most kis pénzem, ezt a fejőt akkor most meg tudom venni. Így, mi ez kell nekem az a fegyó. Mert szerintem ez jobb, mint ami most van nekem fegyver, majd le fogom cserélni. Viszont akkor van pénzem egyet fejleszteni a segítőket is. Igen, még mágus kéne. Na akkor mehetünk is tovább. Éneklő gombóc. Oké, mágus. 220-as szintű. Tudok beszélni. Aki 4671 értelemmel rendelkezik és 17860 kitartással. Ez a harc eléggé könnyen megleted is. És szerintem mehetünk tovább a következő szintre, ezt legyőzzük. Így. Nem követhető ez a ősi, csak úgy, hogy nem megy a boltba. És akkor fejezhetjük is a mágusunkat, mert mindenki ugyanaz szintű, mint én. Na, akkor mehetünk tovább. 12. szintre. Kesztyű báb, 222-es szintű. Megint egy mágus. És hogy látom, Kunigunda fogja legyőzni. Mágus, hogy levitte neki a HP-ját, és sikerült legyőzni a Kunigundának, és kaptunk egy ilyen hasznosnak egy ilyen rohadszal cuccot, ami szerencsére ad, hogy ezt eldobom. Mehetünk tovább a 13. szintre. Nekem vigyorgó macska, 222-es szintű. Ő már egy harcos, úgyhogy már nehezebb ellenfél. Igaz, hogy gyengébb tud, viszont a HP-ja rengeteg, 20 millió HP-ja. 20 millió 500 000. De még szerintem ez is meg lesz, úgyhogy... Jó, szerintem ez meg lett. Nem tudom, most miért kapunk folytani ilyen szar cuccokat. Mindegy, nem baj, és jött meg készen fogadó. Elérni fogunk most ezt szintet. És ilyen TP event van. Sok tapasztalatot lehet kapni. Oké, és éptünk egy szintet is. Király. Most tudom fejleszteni a segítőimet. Őt is mi fejlesztjük, és őt is. Na, akkor mehetünk tovább a 14. szintre. Nagyra vágyó béka. Ő is egy harcos. Kaptunk most a harcosnak egy... Ahogy látom, most már tényleg egy jó dolgot. Mert én remélem, hogy jó. 280-as ki volt benne, és 289-es. Oké, mehet is bele. Úgyhogy szerintem ez jóban, ugye epic is, és ugye három tulajdonságra ad. És ugye ez jó lesz.
gyorsan elpakolom ide a cuccokat. Mehetünk tovább. 15. szint a 100-ból, Pinokkizé, 228-as szintű. Egy Kunigunda fogja legyőzni. Hát most eléggé jó haladunk a toronyban most. Jó, hogy elkezdtem ezt a videót csinálni. Kaptunk felderítőnek most már egy jó cuccot. Csak nincsen az a baj, nincsen izénk. Ügyességes kövünk, úgyhogy ezt is félre rakom, és majd várok, ameddig kapok egy ügyességkövet. Mehetünk tovább a 16. szintre, 3x3 kívánság. Már én szerepelek a harcban. Lehet, hogy ez már nem lesz meg, lehet, hogy meg lesz. De hogy látom, szerintem ez meg lesz. Már fél HP és még vagyunk ketten. Kunigunda meg én. Kunigunda kezdett egy 500-es crittel. És ez már simán meg lesz nekem. Már csak egy sima ütés kell, és meg is van. Kaptunk a hatosnak egy minden tulajdonságra adó vértet, ami szerintem megint nem lesz jó, úgyhogy el is mehet a boltba. Mehetünk tovább a 17-es szintre, Tintás Tomi, 232-es szintű. Ő is egy harcos. Amúgy eléggé sok a harcos a tornalóid, de viszont ez elég jó hír, mert ugye kaptunk egy epic fegyót a harcosunknak. Ja, visszatérve arra, hogy igazából azért jó, hogy sok a harcos, mert egy Kunigunda ki tud térni, és így több esélyünk van győzni. Úgyhogy a kitartás kör 257 és 295. Hát nem tudom, hogy jobb lesz, de mindjárt meglássuk, hogy a felrakom. 240, az erője az följebb megy. És a kitartása is emelkedik, úgyhogy ez király nekünk ez a fegyó. Ezt meg is hagyjuk és ezt még eldobjuk, mert már nem kell. Na szóval akkor mehetünk tovább a 18-as szintre, ahol szerintem el fogunk most akadni, mert régen én is itt sokat elakadtam a többi karjaimba. Ez egy felderítő, Dotti kansosból 18. szint. Ugye felderítő. Nem tudom most mi lesz velünk, de hát igen, erről beszéltem, hogy felderítő. Most el fogunk akadni szerintem, de még talán van esély. Egy nagyon picike, 2 millió HP-en maradt, hogyha a Kunigunda többet kitérne, vagy valami ilyesmi, akkor talán még meg is nyerhetnénk. Most egy szép 2 milliós küzet adott neki. És a végén ide crit kellett volna, de mindegy. Megint itt tartunk 5 millió HP-nál. Az baj, ha ő nem kritelne, akkor az, hogy 1 milliókat kritel, és nekem 1 millió 800 ezer HP van csak úgy, hogy egy-két kritben nekem annyi lenne. Az is nagyon kiveset vitt le. Fél HP. De 20 éve viszem a gomát, és ha nem sikerül, akkor azt hiszem, itt hagyjuk. Na, 4 millió HP. Talán. Nekti te, please. És egy kritet? Meg lett. Oké. Akkor nem kell bajni a videót, úgyhogy akkor mehetünk tovább. Kaptunk hatosnak egy gyűrűt. Ami szerintem jobb lenne, csak most nincsen kitartás kövem. Erő. Ezt nem akarom lecserélni, mindjárt nem baj, akkor itt hagyom és majd lesz bőle kövem, akkor felrakom. Akkor váltunk tovább a 19. szintre, az utolsó léghajító, 236-os szintű, és egy harcos, aki ugye több esélyünk van, mert ugye Kunigunda kitér, és ezt talán meg is lesz. Na, mi lesz? Oké, akkor vereség lesz. Na, akkor megnézzük újból. Na, ez most hát úgy meg lesz szerintem. 2 millió HP-re csak le tudok vinni. Oké, jó. Aztán a hazas kabaldos egy még jobb fegyvert. Csak az a baj, nem lehet bele követ rakni. Nem, de akkor szerintem
Várjunk csak. Kitartásom nagyon sokat elvesz, úgyhogy szerintem hagyom. Ez itt, hogy én menő, jól néz ki ez a fegyver, imádom ezt a harcos fegyvert. Mehetünk tovább a 20. szint a 100-ból, a nyúlösesünk. Ez is egy felderítő. Úgyhogy nem tudom most megint mi lesz. De talán nem fogom megint elakadni, de most már lehet el fogunk akadni. Oké, akkor ezt a 15 gombáig leviszem. És ha nem lesz meg, akkor mennyi, akkor nem lesz meg. És ne pazarom a gombát, hanem majd mondjuk későbbi alkalommal, amikor lépek egy pár szintet, segítőim is erősödnek, akkor majd újra megpróbáljuk, ha nem lesz meg. De nem tudom, úgyhogy nem látok rá sok esélyt, hogy meglegyem. Hát ennyi HP-t nem tudok levinni. Hát azt hiszem, hagyni kéne, de még jó, még három gombát, azt még megpróbáljuk. Fú, de keveset vitt le most a harcos. Na, nagyon gyengúsz ez a... ezek a csaták most. Na most a harcos levitt egy jó pár milliót. Hát úgysem próbáltak crit-helni. Na, de egy titkát most fél HP-nál járunk. Na, várjunk csak, lehet, hogy meg lesz. Na, gyerünk. Legyen meg, nehogy most meghalljak. Fú, de jó, meg lett. Kaptunk megint egy harcosnak egy epic fegyvert, csak nem lehet bele követ rakni. Mennyi epic fegyvert kapom még a harcosnak? Úgyhogy ez nem jó, úgyhogy szerintem ezt eldobom, mert nem kell. Ez is eldobnám, csak nagyon jól néz ki emberem, nem akarom eldobni. De 21. szint, már eléggé sokat haladtunk ebbe a toronyos videóba is. Torony 21. szint, Holger Nilsson. Egy harcos, ugye ennél több esélyünk van, és ez is meg lesz szerintem. A gyerekek már kell, körülbelül egy ilyen 10 toronyot már levittünk. Az biztos, mert 10 toronyot millió már le van véve, úgyhogy... már jól állunk. De ez nem lesz, úgyhogy eldobom. Az a nagy baj, mert nagyon kölyem sincsen, úgyhogy nem tudom, hogy mivel fogom berakni az új cuccokat, ha kapunk valami jót. Akkor menjünk tovább a torony 22. szintre, a vidám kísértet. És szintén egy harcos. És ez nem lesz meg. Jó, még egy-két próbálsz, de ennél van esélyünk, tuti. Vagy mégse, de van esélyünk. Ezt is egy 10 gombáig próbáljuk. Na? Jó, nem. 15.000 HP minuszba. Nem mindegy. Meg két próba. Hát millió HP megint. Na, ez megint nem lett meg. Jó, 10 gombánál járunk, ugye szerintem itt most abba hagyjuk. Mert már ez is már csak gomba pazarlás lenne, és ez meghagyjuk a következő részre. Akár már rész ányvilágosra, vagy akár egy rendes rész, vagy még egy tornyos folytatásra is. Jó lesz mégis a időkérésre gyűjtök még hozzá, hogy a gombát. Akkor ez a videó ennyi is lett volna. Tetszett a videó, hogy dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Akkor ezt voltam. Sziasztok!